gyerekek, ébredjetek! Andris fiam, tudod-e, milyen nap van ma? Vasárnap! Az ám, de milyen vasárnap? Hát vasárnap, a szomszéd faluban Mihály napi vás. Jaj, de jó, édesanyám, édesapám, ugye elmegyünk mi is? De Ellám, amiért ilyen sokat segítettetek a ház körül, az iskolában se panaszkodott rátok a tanító, talán még a vásár fia sem marad el. Noha mindenki felült a kocsira, indulhatunk, Gyilova! Hozzátok a garasokat, ehettek ízes falatokat, van itt minden cifrasan, csizma, kalap, mézesbám. Kedvetekre választatok, portékákra alkudjatok, lássátok a sok csodát, vigyetek haza vásárt. Perecet vegyenek, frissek, még melegek, ropogósak, sósak, szépen mosolygósak. Egy garasot ára, ugye, hogy nem bánja, csak 3-4 falás, a lyuk meg a ráadó. Asszony, bás boltosra ne hallgasson, azért nevem Olcsó János, kinek híre általános. Van itt minden, ami kék, babos kendő, huppiké, s milyen olcsó, hallja csak egy garas, csak, tessék, jó portéka, egynek sincsen maradéka. Ide néz, török méz, fele cukor, fele méz. Lória bölcs papagáj, kihúzza a szerencséjét, itt megtudhatja mindenki azonnal a jövendőjét. Nem tudhatja, mi vár rá, csalódás vagy szerelem, balsós vagy szerencse, tessék, erre. Na jól van, hát tudd meg, mi vár rád. Jósoltas, apjuk, fizesd ki az árát. No, Lori, jósol jövendőt ennek a szép lánynak, de aztán jót mondjam, gazdag jövendőt jósolok. Következő esztendőben eljön érte szívének szép szerelme, fehér paripán, s oltár elé vezeti. Tessék, jó volt! Cipós túró, éjség ellen igen jó. Hogy adja a túrót? A kassai toronyért, benne való kincsekért, 100 aranygyűrűjért, 1-2-3 csapásért. Mégis mennyiért? 3 garasért. Kérünk belőle ebbe az edénybe. Túró tettem, elejtettem, azt sem tudom, hová tettem, elfújja.
asszonynak vegye meg, leánykája, hogyha nincsen saját maga, egye meg. Asszonyok, asszonyok, gatyamadzag, pendelymadzag, vékony madzag, vastag madzag, keskeny madzag, széles madzag, fehér madzag, sárga madzag, tessék venni, kérem szépen. Lovat vegyenek, kis csikot, gyéteráró, hóhahó, van paripám, takaros, kurta farkú, pej piros. Robi! Hajtás, lovakornak, igen, nem a lovakornak, de a lovakornak, a lovakornak, magát vegyen rájön. Mézes kalácsot vegyenek, tükrös szívet szépen. Gombot vegyenek, két galas az ála, ékes-kékes, mint a páva, szép lány ilyet tűz magára, két galas az ála, gombot vegyenek. Vígúrfiak, lengelányok, olcsó árukat kínálok, van tükrös szív cifrakanál, gyömbérkalács halomban áll, medvecukor marcipán, mézes málé marcikám. Ha kimondod M nélkül, elviheted emlékül. Melyik őtök próbálja meg elmondani? Edve cukor arcipán, ézes álém arcikán. Ha kimondod M nélkül, elviheted emlékül. Egy szem diót annak adok, aki kitalálja, mit árulok. Kiskoromban nyerselesznek, ízét adom a levesnek. Barátom a petrezselyem, egy csokorba kötik vel. De hiszen ez a sárga répa. Jól van, tessék, itt van egy szem dió. Itt a kalap, kerek kalap, fogd a fülét, mert elszad. Kicsit zsíros, kicsit kallad, de a füled eltakarja. Olcsó az alma, itt van halomba. Aki veszi, meg is eszi, olcsó az alma. Aki kitalálja az én találós kérdésemet, egy alma üti a tenyerét. Sok szeme van, mégsem lát, ha bőréből kihúzzák, sötét helyre bezárják, lakománál fogyasztják. Mi a... Ez a szőlő! Úgy van, itt az alma. Csupa erő, ez a török súlyemelő, felemel hat gyereket, meg egy malomkereket. Nézzék csak meg, hölgyek, urak, hogy emeli fel a súlyokat. Erre mindenki, nem hagyhatja ki senki. Nézzék hát és csodálják ezt a kötél táncos lányt. Kinek tetszik, ne várjon, két garas ne sajnáljon. Lassan vége a vásárnak, biztos megvette magának azt, amiért idejött ma. A környék apraja nagyja, minden fiúnak, kislánynak ott lapul a tarisznyába, a megérdemelt vásárfia üres kézzel ne menjen haza. Én elmentem a vásárba fél pénzzel, csúkot vettem a vásárba fél pénzzel. Csúkom, mondja a kidrába, hát vittyom, édes csúkom, mém is van egy fél pénzzel. Én elmentem a vásárba fél pénzzel, kakast vettem a vásárba fél pénzzel. Kakast, mondja a kuri, csúkom, mondja
pénzem. Én elmentem a vásárba fél.